Mi is köszöntünk mindenkit sok szeretettel. Egy örömünnepen vagyunk most együtt, és egy öröméneket szeretnénk elénekelni, ami az ifjú párnak a kérése volt, ami Fanninak a, úgy tudom, a kedvenc éneke. Az egyik kedvenc éneke. Viszont ez tényleg öröm kell, amihez azt szeretném kérni, hogy álljunk fel, és egy zenész azt mondta egyszer, hogy mindenkinél van egy hangszer, és a legjobb az az, hogy kéznél van mindig. Úgyhogy ezt szeretném, hogy ezt tudjuk használni, mert tényleg egy örömünnepről van szó. Azt fölké nekem, hogy velem tapsol és táncol a menny. És tehát ez lesz a refrén, úgyhogy a refrént eljenek a Mercer, és akkor utána megpróbálunk ebből belekapcsolni, jó? Már a kedves kollégámat hátul tudja, hogy hogy kell tapsolni, úgyhogy megpróbáljuk hozzá, jó? Tehát valahogy így fog szólni a refrén. Hogy velem tapsol és táncol a menny, Jézus győzelméről zenjek új éneket. Velem tapsol és táncol a menny, a bárány dicsőségét hirdetem. Ennyi lesz, jó? És akkor erre kellene valahogy úgy ráénekelni, hogy és rátapsolj. Hogy velem tapsol és táncol a menny, Jézus győzelméről zengek új éneket. Velem tapsol és táncol a menny, a bárány dicsőségét hirdetem. Tapsol és táncol a menny, Jézus győzelméről zengek új éneket. Velem tapsol és táncol a menny, a bárány dicsőségét hirdetem. Jézus eljött hozzám, rajtam megkönnyörült. Kinyújtott a karját, szelídem felemel. Amíg élek, azt a percet nem feledem. Nyitva áll az ajtó, ma is bejöhetek. A trónteremben várnak nekem ott a helyem. Jézus mellett élni,
elsőkörünk értettek, nagyon szeretünk benneteket, ez az örömünnep, a ti ünnepetek, és ünnepeljük Jézust, akit elküldött az Atya azért, hogy bennünket megváltson, elsőkörünk értettek.